tudom, voltatok-e már úgy vele, hogy a mai napig emlékeztek arra, mit csináltok egy adott pillanatban, amikor valami történik. Ezt úgy hívják, hogy vaku emlék. Emlékeztek, amikor félbe maradtak a csamesék? Egy egész generáció jár pszichológushoz azóta a trauma miatt. Elindult, hasonlóan megrázó volt az a pillanat, amikor Oroszország február 24-én lerohanta Ukrajnát elindultak a menekülő emberek Magyarország irányába is. Nehéz szavakba foglalni azt a sok érzelmet, amit ez kiváltott a civilekből. Önkéntelenül nekiálltunk sokan, százan, ezren önkénteskedni. És hogy miért? Erre mindenki ugyanazt válaszolta, mert ki fog segíteni, ha én sem. Így érezhetett az a 140 ezer ember is, akik mind összegyűltek a háború kitörésének napján indult segítségnyújtás Ukrajna Kárpátalra Facebook csoportban, és egy emberként oldanak meg azóta is lehetetlennek tűnő feladatokat. Ez az egyik legfontosabb online helyszín. Itt az önkéntes szakértőgárda három kontinensről, 24 órában ad tanácsot, és segíti összekötni a segítséget kérőket a segítséget nyújtókkal. Én is innen tájékozottam, és egyszer csak ott találtam magam a nyugatinál. Minusz tíz fokban, éjszaka, a szállást intézők, fuvarozók, ételt kínálók, tolmácsok és egyéb segítők kavalkágyában özönlöttek ki a menekülő idősek, anyukák, kisgyerekek, a fagyos magyar télbe, Először nem találtam a helyem, mert nem tudtam se ukránul, se oroszul, autóm se volt, nem vagyok egy háziasszony típusse. És akkor egyszer csak úgy éreztem, egy dolgot mégis tudok adni. Képzeljük el, ahogy megérkeztek a végletekig elcsigázott anyák, nagymamák, az éjszaka közepén egy idegen országba, étlen szomjan, sokszor cél nélkül, a bombázás elől menekülve, az egész életük talán egy szatyorban. És akkor eléjük el valaki, én, tágra nyitott karokkal. Ehhez még közös nyelvet sem kell beszélni. ilyen volt. Nem sminkeltem ma. Néztelek benneteket az előadás előtt, ahogy érkeztetek. Talán rég nem látott ismerőssel, családtaggal találkoztatok. Néhányan megöleltétek egymást. Ha most nem öleltél meg senkit az elmúlt pár percben, Emlékszel arra, kitől eltél meg utoljára? Arra szeretnélek benneteket kérni most, hogy egy pillanatra csukjátok be a szemeteket. És gondoljatok arra, hogy milyen érzés volt, amikor keblünkre ölelünk valakit, szívtől szívig. A végén már az önkéntesek is jöttek egy-két ölelésért, amikor nem jött épp a vonat ezen az első éjszakán láttam meg a Didergő fiatal párt a pályaudvar sarkában. Alina és Szergely nyaralni voltak, mint az a többi 7000 ukrán ember is, akik Egyiptomban jártak ekkor. Egyiptomban, ahol nyár volt, és ők most egy szál széldzsekiben álltak tanácsalanul a süvítő fagyos szélben. A nyaralás alatt eljegyezték egymást emlékszem a saját eljegyzésemre, amikor alig vártam, hogy megosszam a hírt a szeretteimmel. Megszakadt a szívemértük, kitört a háború, és nekik nem volt kivel ünnepelni, nem volt hova hazamenni sem. Eljöttek hozzám aludni, szendvicset ettünk, és ahogy egymáson néztünk Alinával, potyogtak a könnyeink. Másnap úgy búcsúztunk, mint a családtagok lettünk volna mikor a kerekesszéke Mikha... kerekesszékes Mikaillal és Viktoriával találkoztam, kötszert és ruhát vittem nekik. Mert kiderült, hogy három hete ugyanabban a ruhában voltak, mint amiben menekültek. Beszélgettünk az aulában, néha csak csendesen ültünk, néha félszegen mosolyogtunk. Amikor kérdeztem, még mire van szükségük, csak tűt és cérnát kértek. Amikor elbúcsúztunk, kezet fogtam velük. Ekkor döbbentem rá, hogy Mikhail és Viktória nem azért a pár dologért volt hálás, amit kapott, hanem a figyelemért, ami láthatóvá tette őket a tömegből. Ezért a fél óra együtt töltött időért. Nem tudom, hogy Margarita, hogy került mellém. Éjszaka volt, és szállásra volt szüksége. Kijevből jött. Egy női kézitáska volt csak nála. A cicáit kereste, kétségbe esetten, akiket a férje utána küldött. Kiderült a cicák, Szigetszer Miklóson kötöttek ki, ott nőttem fel, ismertem, mint a tenyeremet. Megszállt nálam, és amikor másnap reggel odavittem őt, és magához ölelte a cicákat, a megkönnyebbüléstől rázta az okogás hiszen a cica volt a kapocs, a nyugodt múltal, a férjével és a békés hazával. Ezt az összefogást megtapasztalni felemelő érzés. Egymást nem ismerő emberek úgy dolgoznak együtt, mint egy összeszokott csapat érezni, ahogy felemeljük egymást. Amikor a 78 éves, idős, zavart, csontsovány Evgenyi bácsi elszántan elindult Németország felé. Nagyon vitte a szíve, de a lába már nem. Otthon, Mikolaivban már csak kávén élt, hiszen ha jönnek a bombázók, ébren kell lenni. Menekülni kell az óvóhelyre, akár éjszaka is. Nagyon rossz állapotban érkezett meg Budapestre, sőt csoda, hogy megérkezett egyáltalán. Ismét összefogtunk, elszállásoltuk, Megetettük, megitattuk. És amíg végre békésen aludt, Eszternél, aki egyébként itt van a közönségben. És amikor békésen aludt végre, megszerveztük az útját egészen Németországig. És hogy mi volt az az utolsó csáp, hogy Evgenyi bácsi egyedül nyakába vette a világot, holott már hónapok óta nem volt ivóvíz, és a fejük fölött csüvítettek a rakéták a felesége mellett akart lenni, aki megsebesült egy bombatámadásban. Kimenekítették, és most műtét előtt állt. Ott szeretett volna lenni vele, hogy fogja a kezét, amikor felébred. Mint sokan mások, márciusban én is többször lementem a határa segíteni. Az egyik éjszaka Csengersimán, a simán, a román-magyar határon forró teát osztottam a gyalogosan menekülő, átfagyott embereknek. Akiket egy turista buszra tettek, amíg vártak a papírjaikra. Mikor is? Mivel a busz lépcsőjén a szőnyeg nem volt rögzítve, rosszul léptem, és egészen az út leestem róla. Gábor, akit pillanatokkal azelőtt ismertem meg, együtt vártam a mentőt velem. Innen indul az ismerettségünk vele, és az együttműködésünk is. Innen kezdve verbuválódott össze egy csapat. Akikkel kötszereket és orvosi felszerelést küldtünk Ukrajnába. Majd áprilisban Anna nővér sírva hívta Esztert, aki szintén a csapatban van, hogy a bombázásban megsérült két kisgyermek, kis testvérek, akik az édesanyjuk karjai között haltak meg útban a kórházba, ahova soha nem értek el. Nem volt mentő és nem volt felszerelés. Úgy éreztük, mentőautót kell szereznünk azonnal, szinte csodát remélve, hogy még rajtuk is segíthet. Felhívást tettünk közzé. Három nap alatt, óriási civil összefogással és a Kárpátok Alapítvány segítségével összegyűjtöttük a pénzt az autóra. Ezen felül még 6 millió forint értékben kaptunk felszerelést. a teraszán toronyban állt a sok felajánlott adomány, és a mentőben azért lett hely még 400 tábla is. Ez volt az első mentőnk, és Ukrajnában mi magunk adtuk át. Sok ember munkája, szíve, lelke volt a mentő és a felszerelés összegyűjtésében. Szeretném megkérni a mentős tapatot, hogy álljon fel. Katarina, Katarina, Gábor, Eszter és Bogi, és akik most nincsenek itt, Mars és Alex is, és mi együtt hoztuk ezt össze. Köszönöm. Ez volt az első mentünk. De azóta még egy mentőt, <laughs> és egy ö, mobil orvosi rendelőt adtunk át Ukrajnán belül. A harmadik mentő, amit küldünk, itt áll az utcán. Hogyha esetleg végeztünk az előadásokkal, kívánjatok neki jó szerencsét. Én magam sokáig közdöttem a tudattal, hogy amit csinálunk, <laughs> emberek életét változtathatja meg valamilyen irányba. És ezt laikusként nagyon nagy súlynak éltem meg. Féltem abba belegondolni, hogy mi múlik azon a mentőn, vagy kötszeren, amit Ukrajnába küldünk. De úgy vagyok vele, ha egy életet meg tudtunk menteni, megérte. És a mentők, amik ott vannak, a mai napig szolgálnak. Mert ki fog segíteni, ha én nem. Minden önkéntes. Minden önkéntes, akivel összefújt a szél, mindezt mondta, és szívemből beszéltek. Csodálatos, önzetlen, és odaadó embereket ismertem meg. Egy ilyen borzasztó esemény által, mint ez a háború. Szeretném megköszönni azoknak, akik ezt lehetővé tették, hogy segíthessünk és akik azóta is folyamatosan mellettem és mellettünk állnak. És szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik Magyarországon segítettek. Sok ezren, sok tízezren. már olvasni is sok. Tehát képzeljétek, hogy hányan álltak e, e mögött az ügy mögött. Most szeretnék megosztani veletek egy-két köszönő üzenetet, amit nekünk segítőknek küldtek. Ez pedig a Facebook csoport QR kódja, hogyha esetleg nem tudjátok, hol kezdjétek a munkát. Mielőtt az áruakorthoz érnék, ö, eltérek egy picit a papíromtól, mert engem is megleptek most ö, az előadás előtt, és ezért angolul szeretnék egy mondatot mondani. Thank you, Allah. Thank you, Lana. Thank you, Ova. És akkor egy ukrán ismerőstől kapott köszönő üzenettel szeretnék búcsúzni, aki így küldte el fordító programmal magyarra fordítva. Fizikatanár. A fizikában van egy olyan kifejezés, mint kristályosodási központ. Ha nincs kristályosodási központ, nem képződik gyönyörű hópehely. Kitaláltad, ki volt ma a kristályosító központunk? Ti, akik itt ültök ma, mind tudtok valamit tenni. Mind meg tudjátok változtatni valaki életét. Köszönöm.